Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, fölvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak. Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött, eltelt bölcsességgel, és az Isten kedvét lelte benne. Ezek az evangélium igéi. Fölvitték Jeruzsálembe, ahogyan a törvény ezt előírja. Kit? Egy kisgyermeket. Kik? Szülei, akik felelősek voltak érte. Szent Család vasárnapján érdemes eltűnődni, elgondolkodni azon, hogy társadalmunk vállalja-e a felelősséget a gyermekért. És érdemes elgondolkodni azon, hogy miből, kikből áll a társadalom. A társadalom nem valami elvont képződmény, hanem konkrét emberekből áll. Valamikor, amikor a marxizmus ideológiája hivatalos ideológia volt, még az iskolában is megpróbálták azt közvetíteni, hogy a családnak a szerepe nem más, mint az, hogy világra hozzák a gyermeket, aztán majd a társadalom vállalja a felelősséget a neveléséért. Sokkal többről van szó. Anya és apa és gyermek összefügg. A gyermekben fizikailag tovább él apja és anyja. De nem egyszerűen genetikailag. Genetikusok és az élet tudósai a megmondhatói annak, hogy mennyire bonyolult összefüggésrendszerben él az ember. Mennyire hatással vannak a gyermekre az elődök. És mennyire nem mindegy, hogy egy gyermek elmondhatja, hogy az én anyám apja, azaz az én anyám férje, az az én apám. És fordítva. És ma Magyarországon 100 gyerek közül kerekített a szám, 25 tudja elmondani azt, hogy apám és anyám ma is szeretik egymást, és ma is házastársak. Ahhoz, hogy felépüljön egy biztos társadalom, ahol otthon érezhetik magukat az emberek, szükség van arra az összetartozásra, amit az ember még születése előtt megtapasztal. Szokták mondani, hogy a gyermek nevelése nem a születéssel kezdődik, hanem 9 hónappal korábban, de egyre hangsúlyosabban lehet mondani, hogy még korábban, generációkkal korábban.
egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan élünk, egyáltalán nem mindegy, hogy mit örökítünk át. Hagyatéki tárgyalásokon szoktak óriási családi feszültségek lenni. De mi az, amit leginkább megköszönhet az ember azoknak, akiktől az életet kapta? Hogyha egészségesen éltek a szüleim, és a szüleim szülei, és az ő szüleik. Hogyha egészséges testet örökítettek rám, és ha egészséges szokásrendszert örökítettek rám. Sokat lehetne, kellene beszélni a család fontosságáról. Sokat lehetne és kellene beszélni arról, hogy nem csak egy nőnek van joga ahhoz, hogy gyermeke legyen, hanem egy gyermeknek is joga van ahhoz, hogy családban nőjön föl. Családban felnőni pedig nem egyszerűen nevelő anyát és nevelő apát jelent, hanem vérszerinti kapcsolatokat. Természetesen vannak az életnek tragikus esetei, de semmiképpen sem az a meghatározó. Sokkal jobban oda kellene figyelnünk arra, hogy mit hagyományozunk át, mit örökítünk tovább. És mi az a legnagyobb ajándék, amit egy gyermek kaphat? Tudom nagyon jól, hogy vannak esetek, amikor szeretnének gyermeket, párok, és nem lehet annyi gyermekük, amennyit szeretnének. De mégis, ha lehetne, akkor a vállalás olyan tény, olyan adomány, amit semmiféle egyéb örökséggel nem lehet kiváltani. Ha vannak testvéreim, ha van egy szélesebb családom, akkor egy olyan, mondhatnám, szociális hálóban élek, amely nem engedi, hogy a nagy semmibe essek. Meg kellene állítani ennek a furcsa világnak furcsa elképzeléseit, hogy kinek-kinek joga van ahhoz, hogy saját maga válassza meg, hogy férfi vagy nő. Meg kellene állítani ennek a világnak a furcsaságait, amikor a gyermeki jogokat nem tartjuk fontosnak. Bárcsak oda tudnánk jobban figyelni az evangéliumra, bárcsak jobban oda tudnánk figyelni arra, hogy az Isten az emberségen, a tiszta emberségen keresztül mutatja meg számunkra önmagát. A szentmise végén, a hirdetés előtt meghallgatjuk majd főpásztorunk Márci Gyula érsek úr aggódó és bizakodó gondolatait. Főtisztelendő paptestvéreim, szeretett Krisztus hívő testvéreim! Aggodalommal tölt el engem Európa látványos elkereszténytelenedése.
E Szent Péter utódja is látja. Vannak olyan európai pályázatok, amelyek nyertesei közül eleve ki vannak zárva azok az országok, amelyekben még nem törvényesítették a melegházasságot, és nem hoztak létre gender ideológiát népszeresítő intézményeket. A gender ideológia alapjaiban akarja megsemmisíteni a hagyományos családi életet, meg akarván szüntetni a nők és a férfiak között lévő különbségeket. Az Európai Unió vezető politikusai és a nyugat-európai országok vezetői között alig találunk hívő keresztényeket. Az Unió alkotmányának előszavában hivatkozott ugyan a görög-római örökség és a felvilágosodás jelentőségére, de nem említette meg Európa keresztény gyökereit. Az Európai Bizottság 2016-ban kiadott 3 millió példányban egy naptárt, amelyben megtalálhatók az Unió keletkezésének fontosabb dátumai és a világ nagy vallásainak ünnepei. December 25-énél egy üres lapot találunk, egy mondattal alap alján: a jó barát megosztja foglalatosságaidat, és osztozik örömödben. Talán nem járunk messze az igazságtól, hogy a migráció támogatása mögött is a kereszténység elleni gyűlölet húzódik meg. Azt természetesen nem állítjuk, hogy ez a migráció támogatásának egyetlen célja, de hogy az alapcélok között jelen van, abba biztosak lehetünk. Ha pedig a migráció okait kutatjuk, ezek közül nem felejthetjük ki az európai kereszténység meggyengülését. És ebben mi is bűnösök vagyunk. Mi hoztuk létre azt a vallási és demográfiai vákumot, légüres teret, amely szinte magától hívja az erősebb vallást és az életképesebb társadalmat. Ezek után mire alapozhatjuk a reményt, hogy hazánk mégis megszabadul az iszlámtól és az elkereszténytelenedéstől? Van egy szép alkotmányunk. Ebbe olvassuk az alábbiakat. Elismerjük a kereszténység nemzet megtartó erejét. Becsüljük országunk különböző vallási hagyományait. Valljuk, hogy a 20. század erkölcsi megrendüléséhez vezető évtizedei után múlhatatlanul szükségünk van a lelki és szellemi megújulásra. Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, összetartozásunk alapvető értékei a hűség, a hit és a szeretet. Magyarország védi a házasság intézményét, mint a férfi és a nő között önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot, mint a nemzet fennmaradásának alapját. Magyarország támogatja a gyermekvállalást. Hálásak vagyunk azoknak a szülőknek, akik szívesen vállalják a gyermeknevelést, és akár több gyermek nevelésének felelősségét és feladatát. Jutalmazza őket a Jóisten sok-sok örömmel és el nem múló boldogsággal. Hazánk világi vezetői között egyre többen vállalják nyíltan a hitüket, akik nem gyakorolják vallásukat, azok is jó kapcsolatra törekszenek a vallási vezetőkkel, és támogatják az egyházakat. Eredményesen és szépen folyik a legtöbb egyházmegyében, így nálunk is, a családpasztoráció, ezzel együtt a Schönstatt mozgalom családi ága is, amelynek Óbudaváron van a központja, és eredményesen működik. A bizalmat erősíti bennünk az ige megtestesülésének titka, amelyet örvendező lélekkel ültünk meg mi, akik már korábban is Krisztusba vetettük reményünket. Ebben a reményben kívánok áldásos új évet paptestvéreimnek, főegyházmegyénk családjainak és minden Krisztus hívő testvéremnek, főpásztori áldással, Veszprém 2017. december 17-én, Gyula érsek.